Egy nagyon izgalmas napon vannak túl a madárbarátok itt Nyíregyházán, mégpedig a Honvéd utcai művelődési házban, hiszen ma délelőtt nyitotta meg kapuit a díszmadár kiállítás. Gyulai László, a Madárbarátok Nyíregyházi Egyesületének alelnöke a vendégünk. Egy kicsit akkor most itt meg lehet pihenni nálunk a Weekend stúdiójába. Ugye azok, akik madarászok a városban, vagy akár a környéken, vagy akár az országban, nagyjából szerintem beírják előre a naptárjuk, hogy mikor vannak különböző rendezvények. Hát ez a Nyíregyházi már beírta magát a Madárbarátok kis esemény naptárába. Cél az, hogy mindig megváltozzanak ezek a kiállítások, vagy tulajdonképpen csak az a cél, hogy egy kicsit összegyűjjenek, tapasztalatokat, információkat cseréljenek ilyenkor? Ez leginkább a hagyományokról szól, arról, hogy ilyenkor összegyűlnek a tenyésztők, megosztják egymással a tapasztalatokat, nem utolsó sorban bemutatják az évi termést. Tehát a legszebb madaraikat hozzák el ilyenkor a kiállításra, ahol bárki megtekintheti, mint ahogy a mai nap folyamán rengeteg iskolás, óvodás csoport szerencsére végignézte. Nagy örömükre, mert nagyon tetszett nekiek. Azt mondják ugye, hogy madar a tolláról, emberbarátjáról, és madárbarátot meg nyilvánvalóan a madar a tolláról és egyéb barátairól lehet megismerni. Milyen típusú emberek azok, akik madarasok lesznek tulajdonképpen, vagy madarakat tenyésztenek, vagy tartanak az otthonukban? Elsősorban állatbarátok inkább. Annyira nem specifikálódik az a csoport. Mindannyian tartunk mást is. Én is tartok hüllőket, nyuszikát, unokáknak természetesen hagy örüljenek. De a legnagyobb volumenben a madarakat tartjuk. Tehát nyilván ez a egyesület is erből a célból jött létre. Bemutatjuk Afrikától, Ausztrálián keresztül az amerikai nagypapagájokig mindenféle variációt. De minden egyes tenyésztőnek van ezen kívül még vagy galambja, vagy állatkája valami. Tehát nem csak két lábon állnak, hanem ne, sok-sok lábon. Nem csak repülünk, általában azért sokkal bővebb a palettó, ha minden jól. Ugye azért ez tényleg egy olyan hobbi, ami azért szenvedélyé válik, és valahol bekebelezi tulajdonképpen az ember szabad idejét is, ha lehet ezt mondani. Igen. Tehát ez mindig kell egy toleráns család. Volt már olyan pillanat, amikor azt mondta bárki a családban, hogy most már vagy a madár repül, vagy én, vagy te, vagy valaki. Hogyne, szerintem ezt minden madarász átéli, főleg aki bent a lakásban madarászik. Azt a feleségek elég hamar megunják. Hát igen, ugye nem is a toll, hanem inkább a por. Tehát azért az őszi vedlés az nem egy asszonybarát tevékenység, mert rettenetes sok porral, meg tollal jár. Hát akkor azt hiszem, hogy a hölgyek ilyenkor lehet, hogy összeülnek és különböző praktikákat cserélnek. Apropó, ha már itt az őszről beszéltünk, jelent-e az évszakváltás mondjuk a lakásban tartott madarak életébe valamit? Egyetlen észreveszik-e, hogy most már nem nyár van, hanem ősz? Hogyan tudják ezek a madarak ezt, miközben ők tényleg nem a teraszon élnek mondjuk, hanem egész évben a lakásban? Nagyon egyszerű, a megvilágított órák száma befolyásolja őket, a fénynek az energiáját, tehát az erőssége. Nyáron rengeteg fényt és intenzív erős fényt kapnak. Ilyenkor egyre rövidülnek a nappalok, és egyre kevesebb valódi napfényt, csak szűrt napot kapnak, és ilyenkor bizony el is kezdenek vedleni, átalakul a szervezetük, lenyugszanak. Készülnek a térre. Készülnek a térre. Tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ugyanúgy működnek, mintha a természetben élnének? Nem a megpróbálják utánozni, mint ahogy mi is megpróbáljuk ugyanazokat, vagy legalábbis hasonló feltételeket biztosítani számukra, mint amit a természetbe kapnának. Ők nagyon kis cuki madarak, akik ide jöttek hozzánk, pintyekről van szó, és nagyon csöndesek. Burdamadinnák, ők kimondottan szobamadarak. Tehát ők gyakorlatilag éppen, ha csak pitty-pitty, ennyit szólnak, akik nem vannak, nem tudom, hogy éppen látszik-e a kanári, azzal már egy kicsit óvatosabban kell bánni, mert ő, ha elkezd fütyölni, már pedig most már, ha kivedlenek, utána egyre inkább fütyölnek. És az igen, fülsiketítő tudni. Vedlés után? Tehát akkor után. Most tulajdonképpen minden energiájukkal a vedlésre összpontosítanak, utána pedig akkor hadd szóljon. A tollváltás eléggé igénybe veszi őket, tehát ilyenkor ők is lecsendesednek, elgyengülnek, ilyenkor vitaminozzuk őket, nagyobb nyugalmat biztosítunk, és ilyenkor csendben vannak. De aztán annál inkább fognak majd fütyölni.
Gondolom, hogy ezen a kiállításon akár a laikusok, akár a profik is tudnak tapasztalatot cserélni, hogyha valakinek tényleg mondjuk problémája van. Tudom, hogy az én gyermekem is ilyen nagy állatbarát, és azért megy el néha ilyen fajta kiállításokra, mert esetleg nem boldogul egy-egy állatával, egyszerűen hiába van nála. Van, hogy kölcsön adja valakinek, és amikor az a valaki elkezdi tartani, bár gondolom ugyanolyan szeretettel, mégis ott valahogy jobban funkcionál. Tehát tulajdonképpen azért az állatok, ugye mindegyik külön kis egyéniség, és ezt talán azt tudja, aki velük foglalkozik. Most ugye a mai nap már bezárt a kapu itt a kiállítás, de holnap, illetve vasárnap is nyitva lesz. Körülbelül hány órától hány óráig érdemes menni, vásárolni lehet-e? Reggel 9 órakor nyit a kiállítás, este 6 óráig vagyunk nyitva, vasárnap természetesen hamarabb, mert a vidéki kiállítóinknak hamarabb össze kell pakolni és eltávozni. Hogy miért tudunk segíteni? Rengeteg szakember ilyenkor összegyűlik, mindenki más-más madarat tart, a saját portáján mindenki okosabb a másiknál, és ilyenkor megosztjuk a tapasztalatokat egymásra. Széchy János emlékversenyt is rendeznek. Igen. Milyen céllal teszik mindezt? Ő egy nagyon kedves régi madarásztársunk, aki sajnos eltávozott közülünk, és az ő emlékére ajánlottuk fel ezt a versenyt, illetve a kupákat. Első ízben van megrendezésre. Ez tulajdonképpen mit jelent a verseny a madarakkal? Ugyanúgy lehet tulajdonképpen indulni, mint mondjuk egy kutya szépségversenyen? Ez is egy szépségverseny a maga nemébe, csak mi ugyanúgy hívjuk, hogy szépségverseny. Pontozzák a madarakat küllemre, színre, alakra, melyik madarat mire, és annak megfelelően a legszebb példány kapja meg a legmagasabb díjat. Elképzelhető, hogy mondjuk holnap vagy vasárnap besétál egy család, és néhány pintjel vagy kanárival távozik? Tehát vásárolni is lehet? Gyakran el szokott fordulni. Tehát gyakran nyilvánvalóan, mert talán egy picit még nagyobb a bizalom ilyenkor, mert tényleg tenyésztők, madarászok, és nem csak egy elnézést az állatkereskedőktől, de egy szimpla állatkereskedésről van szó, bár azt gondolom, hogy ott is, aki szívvel, lélekkel és Nyíregyházán ilyen állatkereskedők van, hál' Istennek. Ők is tudnak mindent a madarakról, de hát mégis azért itt tényleg így specifikusan lehet esetleg kérdezni. Van-e divatmadár? És mondjuk a 2018-as évben volt-e valamilyen olyan divatos madár, amit jobban kerestek? Madárban nem igazán van divat, inkább madár, hüllő, szőrös, közti versengés szokott fent állni. Jelen pillanatban szerintem a hüllők vezetnek. Igen, pedig én úgy láttam, ha már most a divatról van szó, hogy nyáron a dzsungel minta mellett a flamingó minta az nagyon-nagyon sikeres volt, legalábbis a ruhákban, meg az ilyen különböző strandkiegészítőkben. Hát azt nem gondolom, hogy flamingóval találkozhatunk a kiállításon, de mindenféle, azt hiszem, hogy a szinte a szivárvány minden színébe fognak még mindig ezek a madarak tündökölni, annak ellenére, hogy tényleg lassan a vedlési időszak van. Hát akkor kívánom, hogy a feleségekben legyen kitartás, a madarászokban pedig ugyanolyan lendület, szeretet, és sok-sok kis fiatal, reméljük, hogy sok-sok oldás szeresse meg az állatokat, akár egy kis madártartáson keresztül, mert szerintem itt a lényeg az, hogy a felelősséget tanulják meg. Hogyha... Feltétlenül. Egy kis odafigyeléssel már gyermekkorban is meg lehet ezt tanulni, de azért óva szoktuk inteni a hirtelen jött ötletszerű vásárlástól a fiatalokat, mert ezek élőlények. Tehát nem elég megvenni, aztán két nap múlva beteszem a szekrénybe, ők élőlények, őket gondozni kell, ápolni kell, és hosszú távon. Nagy papagájok például 50-70 évig is elélnek. Tehát nem holnapra vesszük, hanem hosszú távra. Hát köszönjük szépen. Én köszönöm a meghívást.